Nemzet, család, kereszténység. Ezeknek az értékeknek a mentén szervezték meg második alkalommal is a Szépek Hungaryt Budapesten. Gál King, a fideszes európai parlamenti képviselő előadásában úgy fogalmazott, csak erős családok képesek erős nemzetet alkotni. Segítjük a gyereknevelést, a gyerekvállalást, segítünk az anyáknak, hogy aktívak tudjanak maradni, de vállalni tudják a gyerekeiket. Ugye számtalan intézkedés van azoknak, hosszú sora van, én ezt most itt nem sorolnám, de az a lényeg, hogy a családpolitikában, amit letettünk az asztalra, az egyedülálló nem csak Európában, hanem az egész világon. A Szépek Hungaryt az Alapjogokért Központ szervezte. A központ főigazgatója kiemelte, az esemény konzervatív politikusoknak biztosít teret a véleménycseréhez, de a fiatalokat is megszólítja. Picit sószerűvé tudjuk varázsolni, színessé, élményszerűbbé. Szerintem a Szépek Hungary is egy ilyen rendezvény, és látszik a több mint 2000 regisztrált vendégen és 400 külföldi előadón, akik között nagyon sok a fiatal. A legfiatalabb külföldi vendégünk talán nincs 18 évese. Azt mutatja, hogy a fiatalok számára is vonzó a magyar jobboldal. A Szépek Hungary második napján Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter és Gulyás Gergely magyar miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt.